Sziasztok! Ma vélhetően az ország fele azt számolgatja, hogyan juthat hozzá 2021. január 1-től a 3 millió forintos lakásfelújítási támogatáshoz. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani részletes számításokkal, hogyan tudjátok összerakni a finanszírozást, mi mennyibe kerül, és mekkora pénzügyi előnyt érhettek el, hogyan kerülhetitek el a buktatót. Ez már egy kicsit hosszabb videó lesz, de megéri megnézni, mert nagyon fontos ismereteket adunk át. Kezdjük rögtön azzal, hogy mi is az a lakásfelújítási támogatás. A lakásfelújítási támogatás nem más, mint egy család felújítási költségeinek az 50%-os támogatása, maximum 3 millió forint értékben. A felújítás alapvetően két költségnemből áll, munkadíj és anyagköltség. Tehát megveszik a burkolatot, és utána a szakember lehelyezi. Ebből a kettőből áll össze. A számlával igazolt költségeknek az 50%-át téríti meg az állam, de maximum 3 millió forintot támogatás formájában, utólag kifizetve, és ez nagyon fontos, utólag. Tehát nekünk ki kell fizetni előre mindent, és utána az állam támogatás formájában a felét kifizeti számunkra. Ez az, ami komoly pénzügyi kérdéseket fog feltenni nekünk, ez az utólagos megtérítés. Azonban mielőtt ebbe belecsapunk, nézzük meg a legfontosabb feltételeket. Ugye legalább egy a családdal élő 25 év alatti gyermekre van szükség ahhoz, hogy felújítási támogatásra jogosultak legyünk. Egyébként egyedülálló szülők is jogosultak az igénylésre. Nyilván az a szülő, akivel a gyermek él. Férj vagy feleség, tehát az egyikőjük legalább egy éves TB jogviszonnyal rendelkezik az igénylés előtt, nincs köztartozás, nincs adótartozás, egyszer igényelhető, tehát ha most nem vesszük igénybe a maximális 3 millió forintot, csak 1 millió forintos felújítási támogatást igénylünk, akkor utána az úgymond fennmaradt 2 milliót nem fogjuk tudni igényelni. Fontos kitétel, hogy kizárólag lakó ingatlanra vehetjük fel a felújítási támogatást, nyaralóra nem. Hiába lakunk egy nyaraló besorolású ingatlanba, ez a tulajdoni lapon kiderül, hogy miben lakunk, akkor arra nem fogjuk megkapni. Ha állandóan ott lakunk, akkor sem. Tehát lakóház vagy lakás lehet az, amire megkapjuk a támogatást. És akkor nézzük meg, hogy ez a támogatás konkrétan hogyan működik. És itt már felhívnánk a figyelmet arra, hogy nem mindegy, hogy az anyagköltség és a munkadíj milyen arányban oszlik meg. Nézzünk meg két szélső értéket. Ugye 6 millió forintnak a fele a 3 millió, tehát 6 millió forintos költségvetésnél kapjuk meg a maximális támogatást. Nézzük meg, hogy ez hogyan tud megoszlani ahhoz, hogy meg is kapjuk ezt a 3 milliót. Vagy úgy, hogy az anyagköltség 4,5 millió és a munkadíj 1,5 millió, vagy úgy, hogy az anyagköltség 1,5 millió és a munkadíj 4,5 millió forint. Illetve a kettő között lehet még hangulás, lehet 2 millió forint, 4 millió forintos megoszlás. Mind a két esetben megkapjuk a 3 millió forintot. És akkor mutatom, hogy mikor nem kapjuk meg. Hogyha például csak 6 millió forintos anyagköltségünk van, és mi magunk szereljük be az új nyílászárót, vagy tesszük le a parkettát, festjük ki a lakást, az nem fog működni. Ebben az esetben nulla, azaz nulla forint támogatást vehetünk igénybe. Ahhoz, hogy a 3 millió forintos támogatást elérjük, a kisebbik tételnek, az lehet az anyagköltség vagy a munkadíj, el kell érni a 1,5 millió forintot. Ekkor tudjuk, ha a kisebbik költség nem éri el a 1,5 millió forintot, akkor biztos, hogy nem fogjuk megkapni a 3 millió forintos támogatást. Alapvetően a kisebbik költségtételnek a duplája az, amit maximálisan megkaphatunk. Erre nagyon fontos figyelni, és itt megemlíteném zárójelbe azt is, hogy a közeli hozzátartozó cége által végzett munka nem támogatható. Ez is egy nagyon fontos, hiszen sokan rendelkeznek építőipari ismerőssel a családon belül. És akkor lépjünk is tovább, hogy hogyan lehet összetenni a finanszírozást, és abból fogunk kiindulni, hogy nincsen 6 millió forintunk helyből, azt a szélső értéket nézzük meg, hogy egy 6 millió forintos
felújítást, hogyan tudunk 3 millió forint támogatásból és 3 millió forint hitelből összetenni. És akkor nézzük meg, hogy hogyan működik. Ugye a folyamat elején kell a hitelfelvételt lebonyolítanunk, hipotetikusan számolunk egy 4 hónapos felújítási átfutással, ezt követően, amikor megvan az utolsó számlánk, akkor 60 napon belül igényelhetjük a támogatást. Tételezzük fel, hogy nem szeretnénk 60 napig vacakolni, hiszen hitelből indítottuk el a történetet. Minél előbb szeretnénk megkapni a támogatást. Ha beadtuk a támogatás igénylést, 30 napon belül az elbírálásra kerül, és megkaphatjuk a támogatást. Ha megkaptuk a támogatást, és nem volt értelemszerűen ezt a támogatást, be fogjuk fizetni a felvett 6 millió forintos hitelbe, hogy alacsonyabb legyen a hiteltörlesztésünk. Tehát, hogyha 0 forint önerővel kizárólag hitelből elindultunk, akkor felvesszük a folyamat elején a 6 millió forint hitelt, majd pedig 6 hónapnál, amikor megkaptuk a támogatást, akkor részlegesen visszafizetjük a hitelt, és a fennmaradó hitelnek már alacsonyabb lesz a törlesztő részlete. Nézzük meg konkrétan ugyanezt számokkal. Tehát 5 éves futamidővel számolhatunk. Miért számolhatunk? Felvehetitek 10 évre is ezt a hitelt, de azért azt gondoljuk, hogy nem érdemes hosszabb időre felvenni, mint amennyire egy felújítás szól. Ha 5 évente újítunk fel egy lakást, akkor 5 évre érdemes felújítani, különben a következő felújításnál után is még fizetni fogjuk az azt megelőző felújításnak a hitelét. Ez így nem jó. Tehát érdemes, futamidőnek is racionálisnak kell lenni, legyen ez mondjuk a példánkban 5 év, mert 5 évente újítunk fel. Tehát van egy 6 millió forintos jelzálog hitelünk, 5 éves futamidővel és 4,7%-os kamattal, ez ma teljesen racionálisan elérhető az átlagember számára. Ugye az első 6 hónapban ennek a hitelnek a törlesztése 112.400 forint lehet havonta. Ha megtörtént a támogatás hitelbe történő betörlesztése, tehát megkaptuk 6 hónapnál a 3 millió forintot, és a rendelkezésre álló hitelünk felét visszatörlesztettük, akkor le fog csökkenni 50.660 forintra, onnantól kezdve a havi hiteltörlesztésünk. Ugye ez a hitel utána még 4,5 éven keresztül fut, összességében 5 éven át, a teljes visszafizetésünk 3,4 millió forint lesz, nyilván az állami támogatásos 3 milliót is betettük, de amit mi magunk kell, hogy visszafizessünk a 6 millió forint hitelre, az 3,4 millió forint. Ennek a hitelnek a kezdeti költsége kb. 30 ezer forint lehet, ha jól döntöttünk. Nyilván, ha rosszul döntöttünk, akkor lehet 150 ezer forint is. És az előtörlesztési díj, amikor az állami támogatás 3 millióját betörlesztjük a hitelbe, az olyan 30-45 ezer forint között lehet, ez is attól függ, hogy milyen konstrukciót választunk. És menjünk tovább. Mennyi jövedelem szükséges ehhez? Ugye azért azt kell látni, hogy a bank nem tudja, hogy meg fogjuk-e kapni az állami támogatást, nem vizsgálja se az ingatlanunkat, nem vizsgálja, hogy jól csináljuk-e meg a kivitelezést, nem vizsgálja majd a számláinkat, ergo neki azt kell néznie, hogy azt a 6 millió forintot mi tudjuk-e törleszteni. Na most, tekintettel arra, hogy a futamidő elején 112 ezer forint per hó ennek a fizetési kötelezettsége, ehhez 280 ezer forintos nettó családi igazolt jövedelemre van szükség. Utána, miután betörlesztettünk 3 millió forintot, a szükséges jövedelem leesik 150 ezer forintra. Most ugye itt van egy ilyen nehéz helyzet, hiszen sok család tudná fizetni a tartósan fennmaradó hitelt, az 50.600 forintot, és ehhez rendelkezésre állóan be is tudja mutatni a 150-180 ezer forintos jövedelmet, de nem biztos, hogy a 280 ezer forintos jövedelmet fel tudják mutatni, hogy megkapják ezt a hitelt. Ez alternatív szempontból úgy is megoldható, hogy a folyamat elején 10 évre vesszük fel a hitelt, mert akkor ugye lecsökken a törlesztő részlet, és amikor befizetjük a 3 millió forint állami támogatást, akkor egyúttal a szerződésmódosítást is kérünk, és lecsökkentjük a futamidőt 5 évre. Ekkor jutunk el oda, hogy nem fizetjük feleslegesen túl sokáig a hitelt, de megoldottuk azt,
hogy a számunkra rendelkezésre álló 200 ezer példának okáért 200 ezer forintos jövedelemmel is meg tudjuk kapni ezt a 6 millió forintos hitelt. Tehát ahogy látszik, nagyon nem mindegy, hogy hogyan tesszük össze a finanszírozási hátteret. És akkor robognék is tovább. Ugye erről beszéltem eddig, ha a támogatási hitelt elutasítjuk, támogatási igényt elutasítjuk, akkor viszont 112.400 forinttal robog tovább ez a hitel a futamidő végéig. Mi történik a teljes hitelünkkel? 3,4 millió forint helyett 6,7 millió forintot fogunk visszafizetni, tehát magának a 3 millió remélt állami támogatást is, összegét is mi fogjuk kifizetni, plusz a futamidő alatt erre eső kamatot, 300 ezer forintot, összességében 3,3 millió forintot bukunk ahhoz képest, minthogyha megkaptuk volna a támogatást. Pontosan ez az, ami miatt nagyon-nagyon fontos átgondolnunk, hogy hogyan csináljuk meg a saját felújításunkat, hogyan rakjuk össze a finanszírozást, hogyan nem ragadunk benne a hitelben, és minden részletet hogyan vizsgálunk meg. És akkor nézzük meg a legfontosabb részleteket, hogy hogyan ne hibázzunk. Nagyon fontos, hogy az elhangzottakból az elsődleges következtetésünk az az, hogy előzetesen, mielőtt a hitelt igényeljük, meg kell vizsgálni, hogy támogatási jogosultságunk rendben van-e. Nagyon-nagyon fontos, a bank ezt nem fogja vizsgálni, és nem fogja számunkra igazolni. Nem fogja megnézni az ingatlanunkat, nem fogja megnézni a... Nagyon sok olyan tényezőt nem fog megnézni, hogy leegyszerűsítsek, ami a támogatás kiutalásának a függvénye. Ergo erről nekünk kell tájékozódni függetlenül a hitelfelvételtől. Szerencsére állunk rendelkezésre, de ne szaladjunk előre. Mind bukhat el a támogatás, és akkor néhány egyszerű példa. Állandó lakhelyünk nincs átjelentve az ingatlanba. Klasszikus hiba, a gyerek óvodája vagy iskolája miatt még mindig máshova vagyunk bejelentkezve, hiába lakunk ott, ez nem fogja érdekelni a támogatás megítélésekor a hivatalnokot, hogy mi már 3 éve ott lakunk, de hogyha az nincs rajta a lakcímkártyákon már 1 éve, nem fogjuk megkapni ezt a támogatást. Ha a gyermekünk nem velünk él, vagy másik eset, nem éri el az anyag vagy a munkadíj a 1,5 millió forintot, ugye ezt jeleztük, akkor kevesebb támogatást fogunk kapni. Ha van köztartozásunk, adótartozásunk, nem leszünk jogosultak. Ha az igénylők tulajdoni hányada nem éri el az 50%-ot, nem tudjuk megfelelően igazolni a felújítási költségeket, nincs a kivitele, a munkadíjról nincsen szerződésünk, nincsen megfelelő számlánk, vagy a kivitelezést, ahogy korábban említettem, közeli hozzátartozó végzi. Ezek mind buktatók, és nyilván van még számos további részletszabály, de ezekkel mindenképpen érdemes tisztában lenni. És akkor álljon itt egy kicsit az, hogy miért ideális partner számotokra a Bankmonitor. Talán meglepő lesz, de havi szinten 800 ügyfél számára intézünk sikeresen hitelügyleteket. Kollégáim minden tudnak az állami támogatásról. Itt egy zárójeles jó hír, sokkal többet, mint én. Legyen szó csokról, babaváró hitelről, bármilyen egyébként falusi csokról, sokkal többet tudnak, mint én, és ezen szakemberek állnak az ország egészében rendelkezésetekre. Tájékozódjatok a weboldalunkon, kalkuláljatok rajta, és ott leszünk, amikor válaszokra van szükségetek. Az összes bank termékeit ismerjük, de mi a ti érdekeiteket képviseljük, és a legjobb megoldást szállítjuk számotokra reményeink szerint. Ha használjátok a Bankmonitort, remélem, hogy már feliratkoztatok a YouTube csatornánkra, keressétek meg a linket a videó alatt, hogy hol kaptok további tájékoztatást. Örülök, hogy végignéztétek a videót. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!